Test és lélek rovatunkkal megyünk tovább. Hátfájás a táskától címmel, és ebben Papa Andrea a gyógytornál lesz a segítségünkre. Sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Talán azt el lehet mondani, nem tudom, hogy ez mennyire helytálló, hogy egy kicsit itt is a divat van az első helyen, és nem az egészség. Mennyire értesz ezzel egyet? Már akinek a divat, de van, akinek olyan berögződései vannak, hogy csak egy oldalra hordja a táskát, és akkor az mindegy, hogy milyen táska. Van, aki a súlyra esküszik, hogy csak a súlyt kell a táskában befolyásolni. Van, aki nagyon arra esküszik, hogy csak a hátizsák használata a jó. Ugye vannak ezek az úgynevezett divat táskák, amiket a karon hordunk, ilyen kis ridikülök, amivel tipegünk. Mindegyik táskának van egy optimális használata, alkalmazási lehetősége, illetve van a negatívuma is. Bármi legyen is az, akár egy hátizsák is lehet. Akkor kezdjük el mondjuk a váltáskával. Neki mi a helyzet? A váltáskánál ugye az a kérdés, hogy hogy hordja az illető. Van, aki úgy akarja megvédeni az egészségét, vagy a hátát, hogy váltogatja az oldalakat. Ez azért nehéz, mert mindenkinek van egy domináns oldala, ami viszi a táskát, és van, amiről olyan lecsúszásérzés a táska hordás. Tehát nem kényelmes? Nem kényelmes, igen. A másik, amikor keresztbe teszik a hátukon, ez ugyanúgy tud problémát okozni, mint hogyha egy oldalon hordja. A hátizsák is tud problémát okozni, és ezzel a karonhordott ridikül is tud problémát okozni. A legnagyobb gond az mindig az, hogyha nagy súly van a táskában, vagy ha valakinek mondjuk a testtartását még a legkisebb súlyú táska is befolyásolja, akkor elkezd felhúzódni a válla, meg a nyaka, vagy elkezd dőlni oldalra a törzs. És itt szoktak jelentkezni a problémák. Arra kell ugyanis figyelni, hogy amikor hordjuk a táskát, amikor akár a vállunkra tesszük, akár a karunkra tesszük, akár hátizsák formájában hordjuk a táskát, ne a váll és a nyak helyzete az lehúzva legyen. Azt szoktam megfigyelni, hogy hiába pakoljuk ki a súlyt a táskából, van egy feszültebb nap, vagy van egy nagyobb rohanás, akkor automatikusan fölhúzódik az ember válla, behúzódik a nyaka. Ez miért van egyébként? Olyan ellentmondásosnak tűnik, hogy van egy teher, ami még lehúzza, és akkor még... Mert az izom így viselkedik, főleg ezek a fajta izmok, a váll, a biceps például, a karizmai, ezek úgy viselkednek, hogy súly hatására elkezdenek fölfele húzódni, összehúzódni. És akkor ettől nem lefele húzás lesz a vállban például, hanem fölfele húzás, főleg, ha nem tud rá valaki figyelni. És gondolom azért attól is függ, hogy milyen a pántja a táskának. Igen. Gondolom, hogyha több szivacs van, akkor azért az segít. Hát igen, meg hosszú távon úgy sem tudunk hordani egy olyat, aminek ilyen kis vékony pántja van, mert főleg, hogyha van benne súly, akkor bevág az izomba a vállba. És ilyen szempontból akkor te nem javaslod a nehéz táskákat, tehát próbálj meg úgy pakolni, vagy mit javasolsz? Ezzel nehéz lenne kiegyezni, hogy próbálj meg úgy pakolni, mert én minden nap kitisztítom a táskámból a feleslegeket idézőjelben, és mégis minden nap nehezebbnek tűnik. Tehát az lenne az ideális, hogyha, hát persze ez attól is függ, hogy aki tömegközlekedéssel közlekedik, és mégis tipekednie kell valamit, hogy akkor nem tud 3-4-5 szatyrot vinni. Aki autóval jár, ott ugye könnyebb, mert nem kell fölösleges dolgokat magunkkal vinni, de az lenne az ideális, hogyha csak a szükségeseket vinnénk, és akkor, hogyha nagyon nehéz a táska, akkor egy külön szatyorban vinni azt, ami még plusz súly bele kell, hogy kerüljön. És vannak ezek a kis húzós táskák, ott is érvényes ez, hogyha csak az egyik oldalunkon, a görgősekre gondolok, ott is igaz ez, hogyha csak az egyik oldalon húzzuk az egyik kezünkkel, az szintén árthat az egészségünknek, illetve a tartásunknak? Hát az egészségnek igazából úgy ártani nem árt, csak jobb, hogyha mind a két oldalra dolgozunk. Nekem van egy mániám, az a testszimmetria, ami szerintem a kialakult aszimmetriák az élet folyamának, berögződött aszimmetriák határozzák meg a későbbiekben az izületeink és az izmainknak a tartását, illetve az egészségét. És hogyha ha az aszimmetriára még rásegítünk minden nap egy nehéz táskával, egy ugyanazon az oldalon hordott táskával, egy nem elosztott súllyal, amit külön kell egyébként a kézben vinni, akkor ugye ez tovább rakódik, és egy idő után elkerülhetetlen, hogy valamilyen izületi fájdalom, panasz jelentkezzen. Nekem például volt olyan vendégem, akit kezeltem, és nem tudtunk rájönni, hogy mi a fejfájásának az oka. Persze oldottuk az izmokat, oldottuk alakítottuk a testszimmetriáját, először migrénre kezelték, aztán a nyakát gyógytornával mi kezeltük. De amikor rájöttünk arra, hogy ez a szemem láttára történt, hogy felvette a táskát, egyből befeszült a nyaka. Egyből felhúzta a vállát, befeszítette a nyakát. Nem hordott ő nagy súlyt, csak volt egy rossz berögződése. És attól, hogy rákerült a vállára a táska, egyből
belindult az izom, beindultak a reflexek, és felhúzódott a válla, és ahogy ezt megfigyeltük, és elkezdtük megtanítani neki, vagy ő megtanulta azt, hogy a táskahordás ne jelentsen váll és nyakbefeszítést, onnantól kezdve csökkentek a panaszai, majd aztán később persze a terápia végére lényeges eredményt értünk el. Szóval olyan komoly élettani és mindennapi negatív hatásokat is okozhat egy nevetségesen egyszerű téma, hogy táskahordás, amikre egyébként nem is gondolunk. Hogyan tanulható a, említetted, hogy meg lehet tanulni azt, hogy helyesen viseljünk egy táskát? Hogyan tanulható ez? Ezt úgy hívják, hogy testprogram, vagy ilyen, hát igazából ez egy programozási minta. Először is fel kell fedezni, hogy hol van az aszimmetria, hol van a berögződés, hol van a rossz reflex. És utána a tükör előtt, úgy hívják, hogy tükörkontroll, tükör előtt állva meg kell tanítani a páciensnek, vagy megtanulja az ember, tulajdonképpen önmagának is akár, úgy hívják, hogy tükörkontroll, beáll a tükör elé, és akkor nézi, hogy mikor áll vízszintben, vagy egy szintben a válla, ne nőjön előre a feje, ne dőljön el az arca, nézzünk egy tengelyt, és akkor így különösen be lehet programozni a testszimmetriát. Nagyon vicces egyébként, hogy ez a testszimmetria, aszimmetria, ez olyan szinten ki tud alakulni, hogy a gyógytornában van egy technika, amikor két egyforma mérleget egymás mellé teszünk, egyik mérlegre az egyik láb, másikra a másik láb lép. Most jól eltértünk a táska témától, de ezt elmondom a szimmetria építéshez, és fölállnak egyik láb, másik láb, egy-egy mérleg, és olyan döbbenetes aszimmetriákat tapasztalunk, és ez már táskától független, az már erre csak rásegít, hogy például 8-10-15 kiló eltérés is lehet a két oldal között. És ezt is úgy szoktuk beprogramoztatni, nyilván kezeljük a testet, meg az izületeket, erősítjük a gyenge oldalt, nyújtjuk a feszesebb oldalt, de a szem, amit lát, azt a test le tudja programozni. És a szemmel, hogyha nézi a két számot, a két mérleget, és a szimmetriába kerül, akkor a test megjegyzi azt az izomállapotot, amiben ez a szimmetria kialakult. És akkor ezeket szépen lehet így programozni, de ha nem ennyire durva a történet, és nem kell ilyen nagy testsúlykontrollt is a programozásba beletenni, akkor elég egy tükör, lehúzott váll, megnyújtott nyak, egyenes testtartás, és meg kell figyelni azt, hogy táska felvétel, akkor nem húzódik-e föl a váll. Táskahordástól egyébként különböző helyeken érezhetünk fájdalmakat a hátunkban? Igen. Lehet jellemzően egyébként a lapocka környéke szokott ilyenkor behúzódni. Elképzelhető, hogy aki például kézben viszi a táskát, annak a bicepsze vagy az alkarizmai húzódnak be. Az alkarizmai meg a biceps be is csomósodhat. Ilyenkor ilyen maradandó, akár bizsergő érzéssel járó fájdalmak is kialakulhatnak egy táskahordástól, ott akkor az izmot is kezelni kell. És az a legfontosabb egyébként, hogy felfedezni, hogy ez a táskával mennyire függ össze. És akkor ilyen szempontból, mondjuk, hogyha lehet-e ilyet mondani, hogy mondjuk, hogyha a táskában mondjuk jól el vannak osztva a zsebek, ez mennyire számít, hogy hova pakolunk, melyik oldalába, melyik részébe? Sokat. Azok nagyon jók. Úgy szoktam hívni, ez a feneketlen kút táska, amelyikben nincsen semmilyen fak. Csak egy nagy zseb. Beledobálsz mindent, és akkor jobbra dől, balra dől, elő van, hátul van. Az a jobb, hogyha vannak fakok, amikbe bele tudod tenni külön a dolgokat. Hogy minél jobban el tudjuk minél osztani a súlyt. Minél jobban el tudjuk osztani. És akkor a hátizsák az, ami ilyen szempontból a legideálisabb? Tehát az ott, vagy ott is ugyanúgy felmehet ugyanúgy a váll? Ugyanúgy felhúzódik a váll. Én ezt gyerekeknél is láttam, annak idején sokat foglalkoztunk ezzel a hátizsák témával, meg hát mindig, ez örök téma. És ott is arra kell figyelni, hogy egyrészt elkerülhetetlen, hogy nagy súlyt cipeljen, mert a gyermek önmagában kis súlyú, tehát olyan arányaiban nem tudsz olyan kevés cuccat adni neki, amivel közlekedje, mert akkor tulajdonképpen visz egy tolltartót. De a súlyelosztás ott is fontos, vannak olyan táskák, amik úgy vannak kialakítva, hogy ez a hát része, ami a gyerek hátával találkozik, az merev, és az sokkal jobb, mint hogyha az egész ilyen löttyet és a súly hátra esik ugye a gravitáció irányába. És ami nagyon fontos, hogy őt is meg kell tanítani arra, hogy felveszi a táskán, és ne húzza fel a vállát. Azt kérni a gyerektől, hogy örökké így, mint a katonatiszt, így álljon egyenesen és csak szimmetriában elosztott táskával, az szerintem lehetetlen. De hogyha megtanítjuk neki azt, hogy a vállát ne húzza föl, hogy a testét helyesen tartsa abban a pillanatban, amikor a táskát fölvesz, és onnantól ez egy program, ami beépül, és már nem is kell rá figyelni, automatikussá válik, akkor ugyanez vonatkozik arra is, hogyha csak az egyik vállára dobja föl a táskát. És ez nem egy olyan dolog, hogyha érezzük a fájdalmat, akkor a test automatikusan tud váltani? Hogy... Nem. Az elején még talán igen, de egy idő után ezek a fájdalmak, ezek konkrét csomóképződéssel is járnak. Az izom képes egy olyan összehúzódásba, olyan feszességbe belekerülni, amikor már nem az egész izom tömbösen feszes, hanem vannak benne aprócska csomók.
és ezek a csomók utána külső segítség nélkül nem oldódnak ki. És tovább fokozzák és görgetik nyilván a problémát. És a gyerekeknél mennyire gyakori egyébként ez, vagy szoktad nézni, hogy iskolából jönnek mondjuk kifelé, vagy akár reggel? A gyermektest azért csodálatos, mert még nagyon rugalmas. És nekik, hála Istennek, kevésbé arányaiban, ahhoz képest, hogy miket követnek el önmaguk ellen, ugye a gyerekek, mi is, ha visszaemlékszünk, akkor az elég sok mindent nem úgy csináltunk, ahogy mostani fejjel csinálnak, de a gyermektest az nagyon rugalmas, és ott még kevésbé alakulnak ki csomók. Ott még nincs az, hogy valami maradandó becsomós előfordulhat, de ritkább. Felnőtteknél inkább, amikor már kötöttebbek vagyunk, merevebbek vagyunk, akkor már gyakrabban fordul elő. Általánosságban mi az, amit így tanácsolnál, amire mindenképpen érdemes odafigyelnünk a táska hordásánál? Hát összességében, amit elmondtunk, ideális táskaválasztás, széles pánt, megtanulni a szimmetriát tartani a testben, nem beledőlni a táskába, nem fölhúzni a vállat. Ha nagyon súlyos cuccokat cipelünk, akkor külön zacskóban azt, amit még pluszba hozzátennénk. Igazából ez így összességében mindent. Széles pántnak egyébként mondjuk egy hátizsáknál is van jelentősége, csak mert ott talán azt gondolná az ember, hogy ott jobban eloszlik a súly, vagy ott talán kevésbé akadályoz az embert a mozgásban. Hát ez alkati kérdés. Van, aki a széles pántra esküszik, de itt is előjött ugye a divat, és ezek a divatosabb táskák, bizonyos cégek ugye, akik hátizsákot is, mint divattáskát gyártanak, ők is a vékony pántot részesítik előnyben, mert ugye az a mutatósabb. De ez alkati kérdés. Aki bírja, az bírja, aki meg nem, hát akkor széles pánt. És a hölgyeknél a ridikül esetében ott mit javasolsz? Ugyanezt egyébként, és nekem volt olyan vendégem, akinek tipikusan ezek a teniszkönyök szerű panaszai voltak, ami itt az alkaron egy erős, éles fájdalom, meg fogás zavart is, fogás gyengességet is okozhat. Ez mit jelent ez a tenisz? A teniszkönyök az egy tünetegyüttes, amikor az alkarizomzata befeszül, forgató mozgás, szorító mozgás fájdalmassá válik, a kész szorító ereje gyengül. Ez tulajdonképpen egy sportról elnevezett betegség, de tulajdonképpen azért is jelentkezhet, hogy valaki nagyon erősen szorít például egy táskát vissza kezében, vagy húz, vagy ez a ridikül hordás, amikor itt tartja egész nap a kezét, és a nehéz táska ott húzódik az alkarján. Tehát ott is arra kell figyelni, hogy súly, a lazatartás, és nem vállból fölhúzni. Te például mire, tehát hogy a ridikülödben, tehát mire szoktál odafigyelni? Mert szokták mondani, hogy egy női ridikülben minden megtalálható. Akasztják a hóhért. Hogyan lehetséges az, hogy minden megtalálható, de közben nem olyan nehéz, hogy egészségileg ártson? Hát ez az évek tapasztalata. Korábban szerintem még nekem is 2 kilóval nehezebb volt a legkisebb táskám is. Egyszerűen elfárad az ember izomzata, és sokkal hamarabb észreveszem, hogyha a fölösleges cuccok vannak benne, mert hamarabb megérzem a fölösleges súlyt a táskában. De hát nincs könnyű dolga az embernek, amikor egy olyan élethelyzetben van, vagy amikor olyan világban élünk, hogy telefon, tablet, esetleg egy laptopot viszel magaddal, naptárt, könyvet, tollat, sminket, és akkor már ott van, hogy úristen. Én minden, ha tehetem, akkor minden nap szelektálok belőle, de szerintem lehetetlen nyomon követni azt, hogy abban a táskában mi van, néha én is meglepődöm, hogy ez is van benne. Akkor te erre már tudatosan odafigyelsz, akár hogy veszel egy új táskát, elkezded hordani, hogy na, ez itt most nem tesz jót. Igen, egyébként amit érdemes mégis, jó is, hogy kérdezel, amit érdemes még megnézni, hogy amikor megvesszük a táskát, én belekerültem már többször abba, hogy divat, meg szép, meg hú de csillom, meg hú de jó, meg ilyen bőr, meg olyan bőr, amikor megemeled a táskát, ott üresen a boltban ne legyen súlya. Alapvetően magának a táskának, ugye a bőröndben is, bőrönnél is korábban én is vettem ugye utazásos, stb. Bőröndöket, és nem figyeltem arra tudatosan, hogy ez a bőrönd az üres helyzetében legalább ne képviseljen túl nagy súlyt. Ugyanez vonatkozik a legkisebb táskától a hátizsákra, hogy amikor megemeli az ember, akkor ne, önmagában ne legyen nehéz, mert aztán belekerülnek a cuccok, akkor ott vége, akkor elvesztettük a harcot a súlyokkal. Ilyen nagy különbségek vannak egyébként táskák között? Igen, nagyon, nagyon. Nem csak anyagából kifolyólag, hanem a pántja esetleg súlyos, vagy van egy váza, vagy van rajta egy fémdíszítés, vagy valami csillogós, vagy még plusz kiegészítő lóg rajta, akkor azok mind súlyt képviselnek. Tehát azt javaslom, hogy olyan táskát vegyünk, ami önmagában legalább nem képvisel súlyt, vagy nem sokat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.